nagyon tetszett Farkas Gábor előadása, hiszen megismerhettük a Budai Krónikának a történetét, amiről szerintem nagyon sokan nem sokat tudnak, és örülünk annak, hogy elérhető lesz a Csorba Gyűjtő könyvtárban a jövőben. A előadással párhuzamosan egy könyvtörténeti kiállítást is rendeztek a kollégáink, ami itt látható a Csorba Gyűjtő könyvtárban. A Csorba Gyűjtő könyvtár 16-18. Századi köteteiből válogattak kollégáink ritkosságokat, olyanokat, amelyek majd egy példányban találtak meg az országban, vagy csak nagyon kevés példányban, és értékes darabjait képezik a gyűjteményünknek. Minden könyvtár számára most két dolog szokott fontos lenni, az egyik az, hogy új korszerű szolgáltatásokat hozzon be, a másik pedig az értékőrzés. Itt lehet a kezünkben egy olyan kiadvány, egy olyan példány, ami egy 550 évvel ezelőtti munkát tesz kézzel foghatóvá, és nagyon tiszteljük az Országos Széchenyi Könyvtárnak azt a munkáját, ami tükröződik abban, hogy ez a kötet kézzel foghatóvá, és gratulálni is szeretnénk hozzá. Mentünk esőbe, szikrázó napsütésbe, gyönyörű szájhozó hóesésbe, majdnem alulról karcoltuk a 10.000 kilométert. Szóval én azt mondom, hogy mindegykori Vörösmarty gimnazista, hogy jó mulatság férfi munka volt. Jó embereket ismertünk meg, izgalmas, érdekes történeteket tudtunk elmesélni. Szerintem ez így volt rendben. 42, nem is tudom most fejből, szerintem föl tudom sorolni. Nézzük, ugye van a 19 vármegye, illetve Budapest. Ugye Budapest, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Kaposvár, Pécs, Szekszárd, Székesfehérvár.